A veszprémi időközi választásra érkezik a Fidesz pártigazgatója, a Népszabadság újságírói próbálták meg szóra bírni. Hány aktivistával vannak jelen Veszprémben? Nyilván nem kíván az interjút adni, úgyhogy nyilvánvaló ez, vagy nem tudom, önnek felfogta. Nem sokkal később rendőrök igazoltatták a pártigazgatót kérdező újságírókat. Ki hívta önöket? Innen jött telefon. Az ellenzék szerint Kubatov Gábor azért ment Veszprémbe, hogy a korábbi választásokhoz hasonlóan irányítsa a Fidesz mellett működő aktivistákat, akik Szabad Európa csapat néven segítik a párt kampányait. Vas megyéből meg egy számtalan helyről jönnek. A szocialista harangozó Tamás a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatósághoz fordult levélben. Szerinte ugyanis a Szabad Európa csapat jogellenesen gyűjt adatokat. Harangozó hivatalosan is megkérdezte, vajon létezik-e a Szabad Európa csapat, és ha igen, akkor az adatvédelmi hatóság mit szól a tevékenységéhez. A hatóság elnöke levélben tájékoztatta harangozót, ebben az áll, Kubatov Gábort is megkérdezték, aki a hatóság kérdéseire válaszolva azt közölte, idézem, nincs tudomása az úgynevezett Szabad Európa csapat létezéséről. Így azt sem tudja megmondani, hogy mivel foglalkozik az ilyen nevű szervezet, ha létezik egyáltalán. A Fidesznél itt elhangzottak. Haza, nemzet, tisztesség, becsület. Ezt mondta egy a saját YouTube oldalára feltöltött videóban Kubatov Gábor. Fiatalok előtt beszélt. A videó címe Találkozás a Szabad Európa csapat tagjaival, azaz azzal a csapattal, amelyről a hatóság kérdésére azt mondta, nincs is tudomása a létezéséről. Jobboldalinak lenni három szóval leírható. Agy, szív, gerinc. Szerettük volna megkérdezni Kubatov Gábort, ez a Szabad Európa csapat az-e, amelynek nem tud a létezéséről. A Fidesz pártigazgatója azonban ma nem akart a kérdéseinkre válaszolni. Harangozó Tamás szerint az adatvédelmi hatóság eljárása nem valódi vizsgálat. Szerinte csupán egy kérdést tettek fel Kubatov Gábornak, és a választ fenntartás nélkül elfogadták. Ezért újabb vizsgálatot kezdeményeznek. Nagyon érdekes, hogy Kubatov Gábor nem emlékszik már erre, talán legközelebb már a Fidesz nevű pártra sem fog emlékezni, hogy bármikor, bármi közelett volna hozzá. Azt gondoljuk, hogy nevetséges ez az eljárás és ez a nyilatkozat is. Újabb beadványunk mellé csatolni fogunk minden, egyébként nyilvánosan fel lehet ügyni. Ebben az ügyben. Az ügyben kerestük Péter Falvi Attilát, az adatvédelmi hatóság elnökét, aki azt üzente, csak holnap lesz elérhető.